Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Elmaradó fejlesztések, felújítások, rosszul érintik a kis településeket az adóelvonások. Kezdődhet az orvosi rendelő építése, a kormányhivatal szerint nincs természetvédelmi akadály. Parlagfű, változott a jogszabály, érdemes figyelni a gyomnövény virágzását. Kevesebb mozgás, több sütés, főzés, átlag 1 kilót híztak az emberek a járvány alatt. Fejlesztések, felújítások és rendezvények maradhatnak el jövőre a kis településeken, mert a kormány elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési és a gépjármű adót. Van, ahol attól félnek, még a munkavállalóik bérkifizetésével is gondok lesznek. Nem csak idén, jövőre is le kell mondaniuk az önkormányzatoknak az autók után fizetendő gépjárműadó 40%-áról és az iparűzési adóról is. Ezek a tételek ugyanis szerepelnek az ország 2021 központi költségvetésében. Kétjen csak a gépjárműadó a helyi adóbefizetések 30%-át adja. Ez évente nagyjából 3 millió forintot hozott eddig a falunak. A polgármester azt mondja, emiatt fejlesztések maradhatnak el a településen. Ha lesznek olyan pályázatok, amiket ezekből az elvont pénzekből gondoltunk megoldani, itt gondolok mondjuk a játszótérre, akkor, vagy másra akár, akkor igazából úgy annyira nem hiányzik. Viszont ahhoz, hogy a település tovább tudjon lépni, ahhoz nagyon fontos lett volna. Kétyen abban bíznak, hogy a kormány pályázatokkal és a normatív támogatáson keresztül visszaad majd az önkormányzatoknak az elvont pénzből. Erre van is szándék, jövőre ugyanis a tervek szerint 16%-kal több, 118 milliárd forintot kapnak majd az önkormányzatok a központi költségvetésből. Azt viszont, hogy ezt mire költhetik, az állam írja elő. Bogyiszlón rendezvények és épületfelújítások maradnak el az elvonás miatt, sőt a polgármester szerint ott még az is nehézséget okoz majd, hogy bért fizessenek az önkormányzati dolgozóknak. Minél kisebb településekre megyünk, annál inkább nincs adóbevétel, annál inkább nincs semmilyen felelhető ipar, és annál inkább kevesebb gépjármű van nyilván. Ezért az intézkedések hát leginkább a kis településeknél csúcsosodnak, és a nagyobb települések az egy picikét jobban tudnak valószínűleg korrigálni ebben a kormányzati intézkedésből, ahol az önkormányzatokra így módon számított a központi költségvetés. Tóth István azt mondja, megközelítően 5 millió forintot vont el a kormányzat a településtől, ami az eddigieknél sokkal takarékosabb működést követel meg. Fadon is jelentős forrás kiesést okoz a kormányzati döntés. Fülöp János polgármester azt mondja, a normatív támogatás emelésére vonatkozó pontos számokat még nem látják, ezért egyelőre nem tudnak tervezni. Mi úgy látjuk, hogy egy 20 millió forintos hiány keletkezik a költségvetésünkbe. Ennek a felét különböző takarékossági és tehát beruházások elmaradásával kompenzálni tudjuk. A másik felét pedig majd megpróbáljuk rendkívüli támogatásban elkérni a kormánytól. Szálka 15 millió forinttól esik el, mert az állam elveszi az iparűzési adót. A gépjárműadó hiányát még át tudja vészelni az önkormányzat, de az iparűzési adó kiesése miatt veszélybe kerülhet a hivatal fennmaradása a falu polgármestere szerint. Az iparűzési adót elveszik, akkor mi nem fogunk tudni kigazdálkodni, nem fogjuk tudni működni, nem fogjuk tudni kigazdálkodni. Én nagyon bízom abban, hogy ez nem fog megtörténni, vagy valamilyen szinten kompenzálni kell, mert ha ez nincs, akkor a település fenntartását, működését mi biztos, hogy nem fogjuk tudni biztosítani. A Települési Önkormányzatok Szövetségénél úgy számolnak, jövőre összesen 400 milliárd forinttól esnek el a városok és a falvak. A kormány viszont azt ígéri, hogy a modern városok és modern falvak programokon keresztül 140 milliárd forintos fejlesztési forráshoz juthatnak majd az önkormányzatok. A Tolna megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint nincs természetvédelmi akadály a Szekszárdon a Szabó Dezső utcába tervezett rendelő megépítésének. Az erről szóló értesítés megérkezett a polgármesteri hivatalhoz, így Ács Rezső polgármester szerint rövidesen elkezdődhet az építkezés. Meg kell építeni a rendelőt, és meg lehet építeni a rendelőt.
Ács Rezső polgármester határozott álláspontot képvisel abban az ügyben, hogy legyen-e új orvosi rendelője 4700 szekszárdi lakosnak. Valamikor ellenzéki képviselők közül az AEK képviselő azt mondja, például megszavazta annak idején az orvosi rendelő megépítését, az idei esztendőben pedig gazdasági bizottság szintén jóvá hagyta a rendelőnek a megépítését. Úgy néz ki, mintha mi állnánk egymással szemben, pedig egy oldalon vagyunk, hiszen az ellenzék is támogatta ennek a beruházásnak a megépítését. Az építési engedélyt 3 évvel ezelőtt kapta meg a város, korábban 6 másik helyszínt is vizsgáltak, de ez volt az, ami minden feltételnek megfelelt. A munkaterület átadása 2020. februárjában történt, Ács Rezső polgármester viszont azt mondja, azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást az Éjjel-Szekszárd képviselői. Legutoljára azzal, hogy védett madárfajok fészkelnek a területen. A Dunadráva Nemzeti Park szakértője és a kormányhivatal munkatársa is részt vett azon a helyszíni bejáráson, amit a polgármester összehívott. Az itt megállapítottak alapján a kormányhivatal levélben tájékoztatta a polgármestert, hogy nincs természetvédelmi akadálya a beruházásnak. Ács Rezső úgy látja, hogy az Éjjel-Szekszárdnak nincs koncepciója és kapkod. Így fordulhat elő, hogy februárban még a csak észtagokból álló gazdasági bizottság biztosította a hiányzó 8,5 millió forintot az építkezéshez, majd elkezdtek ellene dolgozni. Minden mondva csinált okkal, a lakosság felpiszkálásával tulajdonképpen igazából a saját döntésüket próbálták meg annulálni. Aztán úgy néz ki, hogy ez most mindenféle vizsgálattal alá van támaszva, hogy folytatható beruházás, és reméljük, hogy el is fog kezdődni hamarosan is. Be fog fejeződni. Most 2 hónap csúszásnál tart az építkezés, hogy ez mekkora pluszköltséget jelent, azt egyelőre nem lehet megmondani. Ács Rezső azt is csak reméli, hogy a projekt elszámolhatóságát a késlekedés nem befolyásolja majd, és a város nem veszíti el a közel 80 milliós beruházásra kapott jelentős központi támogatást. Az ügye kapcsolatban természetesen az Éjjel-Szekszárd képviselőinek is lehetőséget biztosítunk, hogy elmondják álláspontjukat. Amennyiben élnek vele, következő híradásainkban arról is beszámolunk. A földhasználó feladata a parlagfű elleni folyamatos védekezés. A jogszabály a tavalyi év során változott, tehát fontos, hogy a gazdáknak ez a kötelezettsége már nem csak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. Aki elmulasztja a gyérítést, több millió forintos büntetést kaphat. Jelen pillanatban még a virágzás messze van, körülbelül 1 hónap, ha úgy számolhatjuk, de a virágbimbó kialakulása az már megkezdődik, és a hatóság a virágbimbó kialakulásától kezdődően már elmarasztalja a termelőt, hogyha nem teszi meg a parlagfű elleni védelmet. Eddig ez a határidő június 30-a volt, most már nincs határidő. A jogszabályváltoztatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz. Emiatt képes volt a határidő előtt is virágozni. A főgyökérre rendelkezik. Akár így kézzel is kihúzhatjuk a parlagfüvet, ez a leghatékonyabb módszer a növény kiirtására. Ám nagy területnél ez nem kivitelezhető, ott a kaszálás vagy a vegyszeres gyomírtás vezethet eredményre. A vetés utáni kelés előtti gyomírtások azonban idén nem sikerültek, mert nem volt elég bemosó csapadék, tette hozzá a szakember. Ha pedig a parlagfűvel fertőzött területről a hivatal tudomást szerez, akár egy ellenőrzés során, akár egy telefonos vagy internetes bejelentést követően, és a földhasználó nem írtja ki a gyomnövényt 2 héten belül, akkor megbüntetik. A kiszabott összeg akár az 5 millió forintot is elérheti. Ráadásul ilyenkor a hatóság kaszálást is elrendelhet, aminek költsége ugyancsak a földhasználót terheli. Az ellenőrzés történhet a területeket bejárva vagy éppen levegőből. A helikopteres felderítés augusztusban kezdődik országosan, így egyetlen terület sem maradhat rejtve, figyelmeztet Vörös Géza. Hiába is van valakinek félreeső területe, hogy rá se lehet menni az úton, a levegőben mindent látunk. Tehát ez egyértelmű, és lehet azonosítani könnyedén a területeket. A másik pedig, ami a veszélyes lehet a
gazdálkodókra a zöld számos bejelentés. Rendszeresek a telefonos bejelentések, a mezőgazdászok nem győzik ezeket kezelni. Ilyenkor a felügyelők kimennek és ellenőrzik, hogy van-e a területen parlagfű vagy egyéb veszélyes gyomnövény, például fenyő, cirok vagy aranka. Ilyenkor a szokásos eljárás történik meg, ha egy türelmi időt követően sem történik meg a mentesítés, megbüntetik a tulajdonost. Átlagosan 1 kilót híztunk a járvány ideje alatt egy felmérés szerint, a válaszadók 10%-a azonban ennél is többet szedett magára az otthonlét alatt. A fitnessedző és dietetikus azt mondja, sok mozgással, változatos, egészséges étrenddel és a nasolni való mellőzésével lehetséges a tartós fogyás, nem a táplálék ideiglenes megvonásával. Súlyzóval vagy éppen saját testsúllyal végzett gyakorlatok. Zajlik a privát edzés az egyik szekszárdi fitness stúdióban. Szemesi Judit heti kétszer jár fitness órára elsősorban zsírégetés céljából. Leszeretné adni a karantén alatt felszedett 4 kilót. Próbálkoztunk az otthon edzéssel is, de az nem jött össze. Tehát amikor az egész család otthon van, gyerek, pici gyerek, nagy gyerek, nem lehetett tornászni. Többen jelentkeztek privát edzésre az elmúlt hónapban az edzőhöz, mert úgy látták, hogy egyedül nem tudnak megszabadulni a járvány alatt felszaladt kilóktól. A csoportos edzésekre azonban kevesebben járnak, mint a koronavírus járvány előtt. Május 5-én kezdtük el mi a privát edzéseket újra itt a teremben, a csoportos edzéseket pedig 11-én, és az az igazság, hogy még nem igazán tért vissza az összes vendég. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a TÉT Platform Egyesület és a Debreceni Egyetem közös kutatása szerint a járvány alatt sokan sütöttek, főztek, kevesebbet mozogtak, emiatt átlagosan 1 kilót hízott a magyar. Természetesen egy átlag, hiszen volt olyan, aki kihasználta a kicsit több szabadidőt plusz testmozgásra, ők közülük nagyon sokan fogytak is, és a mintában csak nem 10% olyan válaszadó volt, aki pedig nem 1 kilót hízott, hanem több mint 4 kilót. Leves, zsírszegény hús krumpli főzelékkel, vagy éppen sovány tejfőlel készült zöldbab főzelék. Ez volt a Balassa János kórházban a minap a diétás menü. A dietetikus azt mondja, változatos, egészséges étrenddel, rendszeres mozgással, a cukros üdítők és nasolnivalók, zsíros ételek mellőzésével lehet legkönnyebben megszabadulni a plusz kilóktól. A zöldségeket, gyümölcsöket, teljes értékű pékárukat, liszteket, ilyeneket érdemes fogyasztani, és hogyha az ember figyel arra, hogy ezeket változatosan egye, akkor egy egészséges embernek nincs szükség arra, hogy ezeket megszorítsa, tényleg a hozzáadott szénhidrátokat jobb minél inkább kitenni az étrendből. Az elhízottak aránya Európában a felnőtt lakosság körében Magyarországon a legmagasabb, globálisan pedig az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland után a 4. helyen állunk. Balaton, Eger, Miskolc környéke, Horvátország, Szlovénia. A tornamegyeiek ezekre a helyekre mennek nyaralni, de sokan mondták azt, hogy otthon maradnak az idén. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége arra számít, 2020 egészen rendkívüli év lesz utazási szempontból. Megindult a belföldi turizmus. A most bejelentett utazási korlátozások feloldása pedig nagyot lendít a külföldi utazásokon is, erős utószezonra számítanak. Egy horvátországi nyaralás lehetőségeit mutatja be ez az interneten felelhető imásfilm. Ide június 12-től mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak a magyarok, és visszafele sincs semmiféle szabály, amit be kellene tartani. Ahogy mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak egymás országainak területeire, a magyar, a szlovén, a szlovák, osztrák, a cseh állampolgárok. Nem kell ezentúl sem negatív koronavírus teszt, és karanténba se kell vonulni az Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába történő utazás, valamint ezen országokból történő hazatérés esetén. Sokan vártak a korlátozások feloldására, éppen ezért utolsó pillanatra hagyták a nyaralás eldöntését, a szállás lefoglalását. Megyünk. Hova mennek? Horvátországba. Reményeim szerint Szlovénia és Horvátország. Eleve oda szerettél volna menni? És kivártam az időt, amíg el lehet menni. Nagyon gondolkodtam azon, hogy lemondjuk el, de szerintem el fogunk indulni, mert ez június követő, talán július közepétől van helyünk. Mennyi időre mentek? Másfél-két hét, talán. Van, aki még nem döntötte el, hogy egyáltalán elutazik-e valahova idén. Ha igen, akkor csak is belföld jöhet szóba. Balaton-Velencei-tó.
többen egyáltalán nem terveznek nyaralást az idén. Most sehova. Most meg pláne sehova. Hogy? A vírus miatt? De amúgy sem. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége arra számít, hogy 2020 egészen rendkívüli év lesz utazási szempontból. Egyelőre nem látják, hogy mekkora kieséssel jár majd a koronavírus járvány miatti 3 hónapos leállás. Azt látják, hogy újra elkezdtek működni az irodák, munka is akad a korlátozások feloldásával. Megkezdődtek a foglalások a belföldi és külföldi utakra. Az utószezon az erősebb lesz, mint az elmúlt időszakokban. Hiszen vannak olyan országok, legyen szó akár tengerpartról, vagy tengerpartokról, akár kulturális körutazásokról, amik ősszel is már időjárási szempontból is látogathatóak. A hazai utazásszervezők heti 80 charterjáratot indítottak a válság előtt külföldi országokba. Július elejével 20-at terveznek indítani. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Pszichoaktív anyaggal kereskedtek, a hazai online terjesztés 80%-át fette le a bűnbanda. Sokan strandoltak a hétvégén a Balatonnál, jó szezonban bíznak a vendéglátósok. Ezüst csillanása a pécsi filharmonikusoknál, új évad magyar művészekkel. Elfogták mind a 10 tagját annak a szigetvári kötődésű bűnbandának, amelynek a tagjai pszichoaktív anyaggal kereskedtek törvénytelenül. A jól szervezett társaság a neten keresztül szerezte be az illegális anyagot, majd kiporciózva adták tovább postai csomagokban vagy futárszolgálaton keresztül. 200 milliót kerestek ezzel az elmúlt 2 év alatt, most előzetesben várják a vádemelést. Az elfogás pillanatait látjuk ezen a felvételen. Új pszichoaktív anyagokkal üzletelt az a bűnbanda, amelyiknek tagjait június 11-én kapcsolták le a nyomozók. Külföldről kereskedelmi mennyiségben rendelt új pszichoaktív anyagot, és ezért kriptovalutával fizetett. A bűnszervezetnek a tagjai voltak azok, akik a Magyarországra behozott új pszichoaktív anyagokat porciózták, csomagolták, és postai küldeményként a megrendelőknek továbbították. A nyomozás adatai szerint több mint 13 ezer ilyen küldemény történt, vagy küldemény került feladásra, és legalább 200 millió forint bevételre tett szert a bűnszervezet ebből a tevékenységből. A drogbanda 7 tagját Magyarországon fogták el. A szigetvári Zévil most a társaság vezetőjét és 2 bűntársát horvátországi útjukon sikerült elkapnia a nyomozóhatóságnak. A baranyai főügyészség előzetes letartóztatásokat kezdeményezte vasárnap. Tartani lehetett attól, hogy a szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, nehezítenék a bizonyítást, vagy pedig folytatnák a bűncselekménynek az elkövetését. A Pécsi Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészség indítványával, és a tegnapi napon valamennyi gyanúsított letartóztatását elrendelte. Egyébként a bűnszervezetnek a vezetőjét és 2 tagját Horvátországban fogták el, szintén az elmúlt hétnek a végén, ők jelenleg kiadatási őrizetben vannak. A Magyarország intézkedések során a rendőrök új pszichoaktív anyagot, a csomagoláshoz és postázáshoz felhasznált kellékeket, valamint a bűncselekményekhez kapcsolódó bizonyítékokat foglaltak le. A csoport fette le az országos online terjesztés 80%-át, közölte a rendőrség vasárnap. A hétvégi jó időben sokan választották úti célként a Balatont, megnyitottak a strandok is. A vendéglátósok és a szállásadók egyaránt kiváló szezonban bíznak. Sokan választották úti célként hétvégén a Balaton déli partját. Ez a család Kaposváról érkezett a Balatonlelei napfénystrandra, hogy néhány felhőtlen napot tölthessen együtt. Hosszú hétvégére jöttünk, igazából gyönyörű idő van. Magyarország szerintem egyik legszebb strandja, hanem a legszebb, én már azért nagyon sok helyen voltam. Csodálatos minden. A vendéglátósok kifejezetten bizakodóak. A határok megnyitásával pedig a külföldi vendégek is megérkezhetnek a tóhoz. Próbáljuk az előző évi tendenciákat azért követni, újabb ételeket hoztunk, újabb különlegességeket. Hasonlóan pozitív a hangulat a balatonparti hotelekben. Ebbe a zamárdi szállodába folyamatosan érkeznek a foglalások a nyári főszezonra, sőt az őszre is. Június utolsó hétvégéjétől tényleg a
régmúltot idéző foglalási számok köszönnek vissza. Ez persze nagyon nagy öröm számunkra is, és bízunk benne, hogy ezt egy nagyon jó napsütéses időjárás is fogja támogatni a továbbiakban. A szakemberek szerint könnyen előfordulhat, hogy az idei szezon kitolódik, hiszen nagy tömegrendezvényeket, koncerteket csak augusztus 15-e után lehet tartani. Ez pedig kedvező hatással lehet a turizmusra. Tanévzáró szentmisét tartottak a pécsi Szent II. János Pál kápolnában, amelyet a hittanos diákok online követhettek. A koronavírus miatt kialakult új körülmények a hitoktatókat is komoly feladatok elé állították, mind formai, mind tartalmi szempontból. Mivel több jó és kreatív kezdeményezés született, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága referencialeckéket készített, és ezzel segítette a digitális hittanórák szervezését. Új formában, új módszerekkel kellett a hitoktatóknak is dolgozniuk a most véget ért tanév második felében. Gyorsan kellett alkalmazkodniuk a koronavírus miatt kialakult új körülményekhez. Nem volt azonban elég a hittan lexikális részét átadni egy applikáció segítségével, a lelki kapcsolatot is fenn kellett tartani a tanítványokkal. Interneten keresztül próbáltuk nekik küldeni a tanulnivalót, tehát így online formában, és felvenni velük a kapcsolatot, a szentmisékre is ilyen módon hívtuk őket, hogy kapcsolódjanak be a közvetítésekbe. Úgyhogy hát nem volt könnyű, de én azt gondolom, hogy nagyon sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk, főleg a digitális oktatás terén, illetve a szülőkkel való kapcsolattartás terén is, tehát olyan új utak nyíltak meg a kapcsolattartásban a szülőkkel, ami korábban nem volt jellemző. A hitoktatók többsége rögtön megértette, hogy távolról tanítva nem lehet annyit és ugyanazt elvárni a diákoktól, mint amit lehetett pár héttel azelőtt a tanteremben. Mivel több jó és kreatív kezdeményezés született, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága az egyházmegyék munkatársainak bevonásával referencialeckéket készített, és ezzel segítette a digitális hittanórák szervezését. Én igyekeztem eleve úgy megközelíteni ezt a témát, hogy tudva azt, hogy nekik is mennyire nehéz. Bátyámnak a gyerekei, más gyerekektől láttam, hogy mennyi házi feladatot kapnak egyébként is más órákról. És akkor azt gondoltam, hogy eleve úgy közelítek ehhez a kérdéshez, hogy nem azt akarom, hogy most minden áron az én általam feladott anyagokkal foglalkozzanak egész nap, bár szívem szerint nyilván ez lenne a vágyam, hogy ezzel nagyon sokat foglalkozzanak. A tanévet ünnepi szentmisével zárták le a Szent II. János Pál kápolnában, amit a hittanosok online követhettek a plébánia közösségi oldalán. Ezüst csillanás címmel hirdette meg a 2020-2021-es évadát a pécsi Pannon Filharmonikusok. A műsorokban a zongora, illetve a tehetséges zongoristák állnak majd a középpontban. Az együttes a magyar szólistákra és a magyar zeneszerzőkre, a saját értékeink védelmére és tiszteletére kívánja a hazai közönség figyelmét felhívni. A meghívott művészek a saját személyes hangjukhoz illő mesterműveket játszanak, a karmesterek és muzsikusok pedig ezeket a darabokat a középpontba állítva teremtik meg az estek harmóniáját. Ősszel magyar vendégművészek, tavasszal a nemzetközi zenei élet rangos alakjai érkeznek Pécsre. A zenekar több forgatókönyvvel is készül az új évadra. Van olyan változatunk is, amely kisebb szimfonikus zenekarnak a zenekarra épülő zeneművek, és természetesen ott van Bogány Tibornak a Bruckner sorozata, amikor ismét 100 perces művet 100 muzsikus szólaltat meg. Tehát sok-sok előkészítés után, de végül letettük a voksunkat egy évad mellé, amelyet meghirdettük a közönségnek, várjuk a bérleteseinket, és nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés van, és gondolat van a jövőre nézve. Ezek közül az egyik, hogy a bérleteseink nem kívánnak szerencsére változtatni az életformájukon, életmódjukon. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Elmaradó fejlesztések, felújítások, rosszul érintik a kis településeket az adóelvonások. Kezdődhet az orvosi rendelő építése, a kormányhivatal szerint nincs természetvédelmi akadály. Parlagfű, változott a jogszabály, érdemes figyelni a gyomnövény virágzását. Kevesebb mozgás, több sütés, főzés, átlag 1 kilót híztak az emberek a járvány alatt. Szerdán sem várható lényegi változás az időjárásban, folytatódik az alapvetően felhős, füllett, de az évszakos átlagnál hűvösebb időjárás.
Délelőtt pár órás tartós eső is kialakulhat a térségben, majd délután csökken a csapadék esélye, de szorványos jelleggel előfordulhat ekkor is zápor. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!